Gépésztechnikus, asztalos, vállalkozási ügyviteli ügyintéző. Csak három szakma azok közül, amelyekre a nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában képzik a fiatalokat. Az oktatás szakgimnáziumi, szakképzőiskola és technikumi formában zajlik az intézményben. Mindez most már modernebb körülmények között. Az elmúlt másfél évben ugyanis jelentős felújításon esett át az iskola épülete. Saját erős beruházásként mindenhol kicserélték a 40 éves burkolatot, valamint felújították a tornacsarnokot. A beszerzést és kivitelezést túlnyomóan házon belül oldották meg. Az alapanyagokat, az eszközöket, a ragasztót, a csempét, azt a centrum saját forrásból mi vásároltuk meg, és az itteni tanulók, a burkolók, a festők, a kőművesek pedig a szakoktatók vezetésével a szakipari munkát végezték el. Külső vállalkozó szinte minimális részben tudtunk használni, ott, ahol garanciális feltételek is vannak. Úgyhogy ez valóban egy saját erős és saját tanulókkal megvalósuló beruházás. Fiatal lányok mozognak az új tükrös táncteremben. Egy használaton kívüli lomos helyiségből alakították ki. Egy másik szaktanterem a rendészeti szakképzés feltételeinek javításához járulhat hozzá. Ennek megvalósításához a megyei rendőrfőkapitányságtól kaptak segítséget, eszközök és szakmai anyagok formájában. A harmadik ilyen új egység egy pályaorientációs szakmabemutató terem robotokkal és más látványos felszereléssel. Nagykáló és Nyírbátor iskolái itt ezen a helyen tudnak majd azok a gyerekek, ide járnak, az új szakmákkal, itt az új technológiákkal megismerkedni. Nagykáló és Máté szakatávolság egy kicsit soknak tűnt, ezért úgy gondoltuk, hogy vigyük helybe a rendszert, és már így 20 km távolságban sokkal könnyebben megközelíthető, és a két iskola együttműködésében ez működni is fog. Tehát három szaktanteremmel bővültünk, amely reményem szerint csalogató lesz a beiskolázás szempontjából. A kancellár hozzátette, a felújítás óta a tanulók sokkal fegyelmezettebbek, értékelik, vigyáznak az új dolgokra. A beruházás közel 300 millió forintból valósult meg, de a fejlesztések itt nem állnak meg. Terben van az épület energetikai felújítás folytatása, továbbá a teljes nyílászáró csere, amellyel jelentős energiát tudnának megtakarítani.